A hűvös májusnak köszönhetően 7-10 napos csúszással indult be az idei dinnyeszezon. Minden évben a görög, olasz és spanyol dinnyék kerülnek először az árusokhoz, majd a hazai, békési és baranyai termékek. Az elmúlt 3-4 hétben is lehetett már kapni magyar dinnyét, azonban ezeket fóliában vagy erősen takarva termesztették. Szabadföldön pedig a héten jelent meg a görög dinnye, amely várhatóan augusztus végéig, szeptember közepéig rendelkezésre áll majd. A szabolcsi dinnyére azonban még várni kell. Egyrészt ugye a technológiából és a földrajzi elhelyezésből adódik, hogy a déli megyékben, Tessóban, Békés megyében, kisebb mennyiségben, ugye Ormánságban, Baranya megyében korai dinnyetermesztést folytatnak, ami azt jelenti, hogy a dinnyepalántákat kiültetik április 10-15-én, és még fólia vagy fólialakúttal külön takarják, védjük a növényeket. Ebből van ez a úgynevezett korábbiban született dinnye. Ez egészen a főszezonjának július végig, augusztus 10-ig tart, viszont Szabolcs megyében ott később ültetnek, és általában nem végzik ezt a fóliatakarást. Ott április legvégén, május elején történik az ültetés, és ott a szedések július végén, augusztus elején indulnak, tehát nagyon jó kiegészíti a két termesztőtáj egymást. Ezekről a földekről is szeptember közepéig tudják a betakarításokat végezni, tette hozzá Ledó Ferenc, aki azt is elmondta, hogy a békési termőterületek az utóbbi évek során csökkentek, a Szabolcs megyeiek viszont folyamatosan nőttek. A magyar dinnyének egyébként az az előnye, hogy frissebb és sok esetben finomabb is, mint a déleurópai társai, bár ezek mindegyike fontos élettani hatásokkal rendelkezik. A dinnyét, ha úgy veszük, egy nagy része vízből áll, de ugyanakkor nagyon sok olyan élettani hatása van a szívre, veseműködésre, bélrendszeri panaszokra, és kedvezően hat a görögdinnye fogyasztása. Tehát egy ilyen tisztítóként is lehet fogyasztani a görögdinnyét, különböző ásványi sókat, kálimot, egyéb anyagokat tartalmaz, ami szintén a szervezetnek mindenképpen előnyös, tehát ilyen úgynevezett dinnyekúrákat is lehet végezni ebbe az időszakba, ami kimondottan a szervezete pozitív hatással van. Folyamatos a dinnye fogyasztásának ösztönzése. Ma Magyarországon 15-16 kiló görög dinnyét eszünk évente. A globalizáció hatására bár minden évszakban lehet görög dinnyét kapni, azonban a nyári hónapok alatt fogyasztjuk el az éves mennyiség szinte egészét. A dinnyefogyasztás az elsősorban az időjárás határozza meg, és természetesen a dinnye minősége. Ha kánikula van, akkor borzasztó nagy mennyiséget el lehet adni, hisz akkor mindenki dinnyét fogyaszt ebbe az időszakba. A hűvös csapadékos időszak van, akkor kevesebbet. A minőség pedig az elmúlt években sokat javult. A magyar termelők sokat tettek azért, hogy minél édesebb, több formájú, ízű, alakú, nagyságú dinnye kerüljön a piacokra. Gondolok itten, hogy a kisebb méretek lettek a felkapottabbak, egyre népszerűbb a mag nélküli dinnye, vagy magszegény dinnye. Több helyen megjelent a nem a piros bélű, hanem a sárga bélű görög dinnye, és a cukortartalom is egyre nagyobb százalékban van jelent ezekben az új fajtánkban. Ledó Ferenc hozzátette, a dinnye szezon vegyes képet mutat, a jó minőségű és mennyiségű termés egyelőre biztosított, ha az esős időt szárazabb periódus követi, az pedig pozitívan hathat a dinnye későbbi minőségére is.